Új módszer segítségével tanulhatnak matekot az általános és középiskolákban. Az ingyenesen elérhető módszer lényege, hogy a diákok egy számítógép, egy tablet vagy egy okostelefon segítségével interaktív módon ismerhetik meg a matematikai feladatokat. A fejlesztők szerint a diákok így sokkal jobban tudják gyakorlat közben megtanulni és megismerni a tananyagot. Már több mint 1500 tanár vizsgázott le és teszteli a Geomatek névre keresztelt programot. Sok pénznek jól be. Kamatszámítást végeznek egy rendhagyó matek órának tűnő előadása. Az új oktatási rendszer segítségével hitelszámítást, vagy éppen geometriai feladatokat is el lehet végezni. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó gondolat és ötlet hangzott. És azt gondolom, hogy ez nagyon vonzó lesz a tanítóknak és tanároknak, hogy azonnal kész csomagokat kapnak. Én mégis azt gondolom, hogy azt szeretném pszichológusként, hogy mindig az adott gyerekcsoport határozza meg azt, hogy milyen matematika feladatokat vannak. Kicsi négyzeteket földaraboltuk. A Pitagórasz tétel egyszerű bizonyítását mutatja Juhas István, a program szakmai vezetője. A Geomatek névre keresztelt módszer lényege, hogy a fiataloknak interaktív módon egy számítógép vagy akár egy tablet segítségével tanítsa meg a matekot. A rendszerben szereplő anyagot a Nemzeti Alaptanterv alapján állították össze. Az általános iskola első osztályától a középiskola végéig minden tananyag megtalálható. Vizuálisan láthatják azokat az absztrakt koncepciókat, amiket korábban nem. Interaktívan hozzáférhetnek tulajdonképpen ahhoz az információhoz, amihez eddig csak egy statikus kép járult. A rendszer teljesen ingyenes, már több mint 1500 tanár tanulta meg a használatát. A Magyar Tudományos Akadémia tanácsadóként vett részt a fejlesztésben. Csépe Valéria szerint a rendszer abban segít, hogy gyakorlat közben szerezhetnek tapasztalatot a diákok, így jobban tudják hasznosítani az ismereteket. Az akadémikus szerint a módszer közösségformáló is lehet. Csoportos feladatmegoldások is vannak, tehát amihez a gyerekek hozzászoktak, legalábbis már a nagyobbak a közösségi hálókban, hogy egymással kommunikálnak, itt most egy osztályközösségben, kisebb csoportokban együtt megoldanak feladatokat, tehát az ő kommunikációjukat és csoporthoz tartozásukat is erősíti. A programot szeptember végétől lehet használni az iskolákban, akár háromdimenziós változatban is.